Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Bódi Judit képviselő asszony, az Összefogás Hajdonállásért képviselőcsoport szóvivője, vezetője, és a december 21-i képviselőtestületi ülés néhány érdekes napirendi pontjáról fogunk beszélgetni, amely a testületi ülés folyamán meglehetős vitát váltott ki. Visszatérő témák ezek, de beszélgetünk erről. Jó estét kívánok, képviselő asszony, és akkor kezdjük is rögtön. Ugye a legelején a polgármesteri jelentés kapcsán ugye ismételten téma volt a polgármester, illetve az alpolgármester asszony gépkocsi használata, gépjármű használata, személyes használata. Igazából miért ennyire fontos önöknek ez, hiszen azért itt már a testületi ülést követően polgármester úr elmondta, hogy hát azért ennek szabályai vannak, keretek közt van, tehát akkor, és ugye ennek megfelelnek, nem tudom, hogy miért fontos ezt még mindig tovább görgetni ezt a témát. Jó estét kívánok! Köszönöm ezt a kérdést. Az indoka az, hogy elemi felháborodás van Hajdonállás lakossága körébe ebben az ügyben, ugyanis azért ez eddig nem volt köztudott. És ez a téma hozta azt, hogy igenis elvárják tőlünk a hajdonállásiak, hogy megkérdezzünk nem csak ezt, hanem sok más egyéb dolgot, ami megfogalmazódik a fejükbe. És ugye itt most arról van szó, hogy a polgármester és a polgármester asszony úgy használja a hivatal gépjárműveit, hogy nem csak hivatalos célra, hanem magán célra is, tehát akár a családjával egyéb dolgaikat is intézhetik ezekkel a gépjárművekkel. Ugye nekem volt egy világos kérdésem, hogy mondjuk már el, hogy mennyibe kerül ez Hajdonállás lakóinak. Kaptam egy kimutatást, amiben ez nem szerepelt, ugyanis miután magáncélra is használhatják, ezért nem mutathatják meg nekem, hogy egyébként mire használták. Én egy ilyen gyors számítás alapján azt mondtam, hogy körülbelül 4-5 millió forint az a költség, amibe kerül ennek a gépjárműnek a üzemeltetése. De a lényeg, hogy igenis kutya kötelességük minden egyes kilométerrel elszámolni, és miután ebben nincs világos válasz, ezért újra írásba föltettem jegyző úrnak a kérdésemet, azt, amit a testületi ülésen is megtettem, hogy igenis kérem, hogy mondják meg nekünk is, és a hajdonállásiaknak is, hogy mennyibe kerül a költsége ennek a két gépjárműnek. Alapvetően, és a szabályosságra kérdezett rá, ezt a szabályt, ezt a városvezetés alkotta. Ez a szabály arról szól, hogy nincs szabály. Kettő sor, az első sor az az, hogy nem kell menetlevelet vezetni, tehát magyarán nem tudjuk, hogy hová mennek. Kettő, hogy minden költséget az önkormányzat áll. Na most ezt a két szabályt nem betartani nem annyira nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy igenis világos kérdéseket tettem föl, és erre világos válaszokat várunk, és mindaddig meg fogom kérdezni, amíg erre nem kapunk én és a városlakók választ. Ugyanis azt azért szeretném elmondani, hogy amikor majd a hajdonállásiak a benzinkútnál, a pénztárnál fizetnek a saját autójuknak a benzinköltségét, akkor mindig jusson eszükbe, hogy egyébként ugyanezt a költségét fizetik a polgármesternek és az alpolgármester asszonynak. Hát nem tudom, tehát nem tudom, hogy ilyen gyakorlat más önkormányzatoknál van-e. Tehát néztek-e utána, tehát, hogy személyes használatra ezt nem tudom, de hát elhangzott ilyen, hogy ha nem így, akkor sofőr kellene, vagy a sajátját használja, és akkor többe kerülne, mert akkor egyéb költségek merülnek fel. Na látja, hogy szerkesztő asszony, hogy mi is itt dilemmázunk, kérdéseink vannak, nem tudjuk pontosan, hogy akkor most hogyan is működik ez. Ez pontosan azért van, mert kérdéseket teszünk fel, felvetéseket teszünk, és ezekre nincs egyenes válasz. Ha lennének, akkor tisztán látnánk benne. Egyébként van erre precedens az, hogy a polgármester használ
magáncélra is gépjárművet, ez megtalálható más városokban is. Az, hogy most már alpolgármester asszony is magáncélra használ ilyen gépjárművet, ez már kevésbé precedens értékű. És egyébként mi azt gondoljuk, hogy azért nincs erre szükség, mert igenis tisztességes fizetést kapnak a munkájukért, költségtérítést kapnak, minden egyéb olyan juttatást megkapnak, amit egyébként a hivatalban dolgozók kapnak, tehát abból a fizetésből és abból a költségtérítésből mindent meg tudnának oldani. És én arról beszélek, hogy persze, ha a város érdekében hivatalos útra megy, és ezt az önkormányzat fizeti, akkor ezzel nincs kérdésem. De miért kell nekünk azt fizetni, hogy elmegy a családjához egy születésnapra? Vagy bármilyen más olyan személyes jellegű dolgát intézi azzal a gépjárművel, amit egyébként a város lakók pénzéből fizetünk. És akkor ez gyakorlat? Tehát, hogy abszolút, itt Hajdonánáson abszolút gyakorlat, amit nem értünk, hogy miért van rá szükség. Nem tudom. Tehát a szabályok azok meg végképp megdöbbentettek, hogy az a szabály, hogy nincs szabály. Még egyszer mondom, két feltétele van, minden költséget az önkormányzat fizet, tehát a járulékos költségeket is, mint a adó vagy egyéb ügy, ami kapcsolódik egy gépjárműhöz, illetve a másik szabály, hogy nem vezet menetlevelet. Ez a két szabály van, ezt meg lehet nézni, bárki megnyithatja a honlapon, ott van erre a gépjármű használatra van egy szabály, és ennyi vonatkozik erre a részre. Nem tudom, de úgy emlékszem, hogy két évre visszamenőlegesen kértek minden egyes használatról kimutatást? Még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek a gépjárműnek, mert ami nem a személyi használatról szól, tehát nem az alpolgármester és a polgármester úr használja, azokról a gépjárművekről, ennek van egy ilyen belső elnevezése, a kulcsos autók, tehát amit a hivatali dolgozók használhatnak, annak a kimutatását láttam. Azt hagyjuk azt a kérdést, hogy az mennyire van szabályosan vezetve, én nem belső ellenőr vagyok, ránéztem, nekem erről van egy véleményem, de azt láttam, azt a kimutatást. De az, amit ők használnak, és ami arról szól, hogy a saját személyes magánhasználatuk hogyan működik, azt viszont nem mutatta meg nekem a hivatal. Ezért tettem fel még egyszer a kérdést, és ezért fogok egyébként még egy tisztázó kérdést tenni, hogy nem a kulcsos autók érdekelnek, hanem ez a szám. Mert én azt mondom, hogy ez a teljes költség legalább 4-5 millió forint évente. Biztos vagyok benne, majd most jön a költségvetés, biztos vagyok benne, hogy legalább 10 olyan pontot fogok tudni felsorolni, hogy mire kellene inkább azt a 4-5 millió forintot használni. Tehát akkor azt mondja, hogy maga a személyes használat az 4-5 millió forintba kerül? Nem, a teljes költsége a az teljes autóknak, de hogy ebből mennyi a személyi használat, ezt én ugye nem tudom megmondani, mert ugye nem látom ezeket a költségeket. De hát ezt azért nem értem, mert tiszta, egyenes kérdés, erre kellene egyenesen válaszolni, és akkor már rendben is vagyunk ezzel a kérdéssel. A másik napi rendi pont volt, ami szintén hát elég nagy vitát váltott ki, ez pedig a vagyonrendelet módosítása volt. Tehát amikor ugye a behajtható, behajthatatlan tartozások, követelések, az önkormányzat követelései, hogy akkor ezeket bizonyos esetekben és bizonyos összeghatárok után polgármester, pénzügyi bizottság és a testület elengedheti, lemondhat róla, különböző taxatíve felsorolások vannak. Ezzel mi volt az önök gondja? Alapvetően ez nem ilyen véletlenül bejövő gondolat ismét, mint ahogy a tartósító szövetkezet ügye sem. Nagyon egyszerű, tartósító szövetkezet, ugye küzdöttem hosszú hónapokon keresztül, kézzel lába próbáltuk magyarázni, hogy nem jól van. Most is büszkén vállalom, hogy megmentettük a hajdonánásiaknak azt a 40 millió forintját, amit el akart engedni a városvezetés. Jelzem, most már nem 40, hanem 45 millió forintról beszélünk, ez kiderült ebből az előterjesztésből. Most már legalább foglalkozik vele a városvezetés, hogy egyébként hogy lehet ezzel, tehát mit lehet ezzel kezdeni.
Na most akkor viszont jött ez a nagy gondolat, hogy most már akkor nem csak a tartósító szövetkezetnek a pénzét engedjük el, hanem minden tartozás lehetősége van elengedni az önkormányzatnak. Én azt fejtettem ki ott testületülésen, hogy nem jó ez a gondolkodás. Alapvetően nem kellene megengedni, hogy ekkora tartozások felhalmozódjanak. És az meg aztán végképp megütötte a fülemet, mikor azt mondta a polgármester úr, hogy amennyiben a gazdasági társaságoknak nem engedjük el a tartozását, akkor csődbe mennének. Akkor én szeretném megkérdezni, hogy mennyire volt alkalmas ez a városvezetés a gazdasági társaságok felügyeletére, hogyha a tartozást nem engedjük el, akkor csődbe mennek? Hát erre szerintem mindenki tudja a választ. És ugye mentünk végig a tartósító szövetkezeten, hogy azt mondtuk, hogy ez nem behajthatatlan ez a követelés. Végig tartotta magát a határozatba a városvezetés, hogy nem, ez így jól van. Aztán utána rájött, módosította, azt mondta, hogy mégiscsak behajtható ez a követelés. Akkor mentünk tovább, hogy mégsem jó ez a határozat, majdan a két testületi üléssel ezelőtt mégiscsak az a döntés lett, hogy visszavonja ezt a döntését, és most már elkezdenek azon gondolkodni, hogy egyébként hogy kellene azt megoldani, hogy egyrésztről bármilyen módon visszafizetésre kerüljön a tartozás, másrésztről meg állítsuk meg azt a folyamatot, hogy ne halmozódjon fel ez a tartozás. Ugye erre mindenféle ígéret van, de szerintem januárban erre majd visszatérünk, mert ha jól tudom, akkor lesz újra tartósító szövetkezettel kapcsolatos előterjesztést a testületi ülésen. Akkor ez egy örök téma lesz legalábbis jó ideig a képviselőtestületi üléseken a tartósító szövetkezet, de még visszatérve a gazdasági társaságokra. Tehát ugye tehát itt van Prokultúra, a Nemes Prokultúra Nonprofit Kft. Tehát az őt egyértelmű energia probléma volt, tehát ugye nem, tehát gyakorlatilag ebből halmozódott fel az a 80 millió, vagy itten körül pontosan nem értettem, mert végülis ami 35 millióról van szó, amit megszavaztak, hogy elengedik a Prokultúrának. Tehát ugye itt a fűtés, világítás, tehát ugye azért itt egy olyan év volt, 22 év második felétől, a 23-as év azért az azért nagyon kemény volt, és hát a művelődési központ, tehát azt azért mindenki tudja, hogy milyen helyzetben volt. Tehát rendezvényeket szinte alig tudott tartani, tehát miből termelje ki? Azért nem jó a Prokultúra ilyen szempontból erre példaként, mert ebben nem tudok vitatkozni. Ez így volt. De ez a rendeletmódosítás, ez egy általános rendeletmódosítás. Nem a Viszmajor esetekről szól, tehát nem arról az esetről szól, amikor valamilyen ok folytán mindenki nagyon különleges helyzetbe kerül. Ugye a Viszmajor szó ezt jelenti, hogy valami hirtelen problémát meg kell oldani. Nyilván az egy külön helyzet, amire reagálni kell. De mint ahogy a Prokultúránál is, én pontosan tudom, hogy minden egyes fillért megtakarítunk, a vezetés, mindenre odafigyel, mint ahogy az intézményeknél is. Van egy költségvetés, amit elfogadunk, és igenis nagyon kemény szabályok szerint számon kérjük, hogy abba a költségvetésben maradjon bent. Tulajdonképpen ilyen szempontból a Prokultúra kevésbé mondható gazdasági társaságnak, még akkor is, hogyha tudom, hogy gazdasági társaság, de ugye ez egy átszervezés miatt lett gazdasági társaság. De mondjuk egy fürdő esetén, vagy mondjuk egy KHT esetén, a KHT-t közvetlenül látják, után mennek, megtakarításokat tesznek, alkalmazkodnak ahhoz a helyzethez, amit ki tudnak belőle hozni. De nem az a cél, és nem az a megoldás, hogy akkor ráadásul a tartósító szövetkezetre visszatérve egy olyan átláthatatlan rendszert működtetünk, mert a Prokultúra, a KFT, a közétkeztetési KFT, és mindenkinek az elszámolását, beszámolóját, mindenét részletesen látjuk. A tartósító szövetkezetnek csak azóta látjuk, amióta én föltettem ezt a kérdést, körülbelül mennyi? 3 éve? És 3 vagy 4 év alatt értünk el odáig, hogy egyáltalán már fontosnak tartja a városvezetés, hogy a képviselőtestület, no pláne, a városlakók halljanak arról, hogy ott valahol a háttérben van egy ilyen gazdasági társaságnak
kevésbé mondott, vagy most már nem tudom minek, szövetkezet. A szövetkezet, tehát egyértelmű. Igen, tehát nem a gazdasági társaság, szövetkezet, aki egyébként az önkormányzatnak folyamatosan tartozást halmoz föl. Lehet, hogy a cél az jól indult, és még akár jó is, én ezt nem vitatom, de azért, amikor van egy ilyen gazdasági helyzet, azt nem elsöpörni kell, meg azt mondani, hogy nem veszünk róla tudomást, hanem kezelni kell. És ezt mondtuk minden egyes a gazdasági társaságoknál is, ha a prokultúrának gondja van, nyilvánvalóan jön az önkormányzathoz, és meg kell, hogy oldjuk azokat a problémáit, amit egy mondjuk ki non-profit szervezet, mert hát ugye a prokultúra alapvetően majdnem egy non-profit szervezet, vannak bevételei, én tudom, de azért nem egy profitot termelő gazdasági társaság, azért ebbe szerintem megmaradhatunk. És még egy dologra szeretnék visszatérni. A polgármesteri jelentésen belül, ugye én hónapról hónapra, és mint ahogy az első kérdésnél, a kocsifutásnál is, ugyanez a kérdésem, miért nem mernek a kérdéseimre válaszolni, ugyanez a kérdésem az akkumulátorgyár kérdése. És minden egyes alkalommal meg fogom kérdezni, és vissza fogok rá térni, mert nincsenek tiszta, világos válaszok. Ugyanis már most ugye ott tartunk, hogy még az is felvetődött, hogy ipari park, az is felvetődött, hogy MotoGP pálya helye, egyéb dolgok. Tiszta és világos mondat, hogy Hajdúnánás teljes területén sehol nem fogunk támogatni se akkumulátorgyárat, se akkumulátor temetőt, se semmilyen olyan beruházást vagy fejlesztést, ami egészségkárosító vagy környezetkárosító. Miért mondom ezt? Mert a testületülésen is felvetődött. Azért lássunk már világosan, a MotoGP pálya területe most már állami kézben van. Ahogy egy perc alatt eldöntötték, hogy MotoGP pálya, majd egy perc alatt eldöntötték, hogy nem lesz, vagy lesz, ugye nem tudjuk, valamit eldöntöttek, de most azt látjuk, hogy nem lesz. Ugyanúgy egy perc alatt eldönthetik azt is, hogy akkumulátorgyár, vagy valamilyen aksi temető, vagy nem tudom, mi fog ott kialakulni. Félreértés ne essék. Minden olyan beruházást támogatunk, ami munkahelyi teremtéssel jár, de olyat nem, ami egészségkárosító, noplánál a környezetet károsító beruházásról van szó. Azt meg végképp nem szeretném megélni, és ebbe csak bízni tudok, hogy Tiba István országgyűlési képviselőnk nem lesz az akkugyár miniszteri biztosa havi 1 millió forintért, úgy, mint ahogy volt a MotoGP pálya miniszteri biztosa, még egyszer mondom, havi 1 millió forintért. Úgyhogy én folyamatosan ezért kérdezem, hogy nagyon bízom benne, hogy semmilyen cinkosságba nem megy bele ez a városvezetés sem, és szeretném megerősíteni, hogy a következő sem. Mert ugye polgármester úr mindig úgy fogalmaz, hogy addig, amíg én vagyok. De ugye ő csak októberig van, ha igazak azok a hírek, amit eddig hallottunk. Hát tehát ez a, szóval én már akkumulátorfóbiának nevezem ezt az egész dolgot, mert tehát egyébről sem szól bizonyos csoportok, köröknek az ellenkezése a tekintetben. Ugye itt azért, erről már a múltkor is szóltunk, hogy ugye Európában 2036 vagy 35, mert pontosan nem tudom, ugye a teljes elektrifikáció megoldása a közlekedésben és mindenben. De most ezek egyelőre még most akkumulátorokkal működnek, ezek az elektromos kütyük, autók, egyebek, mindenek. Én nagyon nyitott vagyok mindenkinek a véleményére. Ilyen természet vagyok, meg is hallgatom. De ebbe sokkal erősebb az, amit én a városban tapasztalok, hogy ettől rettegnek a hajdunánásiak. És persze nem véletlenül, hát nézzük már meg Hajdú-Bihar megyét. Lövöldöznek körülöttünk azok a hírek, hogy itt is gyár épül, ott is gyár épül, már akkumulátorgyár épül, és nem akarják a hajdunánásiak. Ebbe én nagyon
vehemensen és nagyon határozottan ki tudok állni emellett a véleményem mellett. Lehet ez is egy vélemény, de én amellett a vélemény mellett vagyok, hogy igenis ezt nem fogják a hajdonállásiak támogatni, és hogyha ez felvetődik, mint ahogy én úgy fogalmaztam a testület ülésen, hogy rettegnek attól, hogy reggel felkelünk, és azt fogjuk olvasni a hírekbe, hogy egyébként Hajdonánáson a MotoGP pálya területén egy ilyen beruházás megvalósul. Apropó, egy ilyen felvetést azért szeretnék tenni, hogy az érdekes, hogy mi van most a MotoGP pálya területén. Mert ugye már jó pár éve húzódik ez a kérdés, már most majdnem azt tudjuk mondani, hogy az ott lévő jogi kérdések is megválaszolásra kerültek, de mi van most azzal a több száz hektáros területtel? Ezen lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. Hogy jelen pillanatban mi történik vele? Nem tudom, mondjuk ez nem is az én kompetenciám, de én úgy hallottam, tehát mint ahogy ön azt mondja, hogy lebegtetik, tehát hogy azért még végérvényesen, tehát ugye mikor a háború kitört a szomszédban, ugye ez ugye a gazdasági helyzetnek a szinte ilyen majdnem, hogy beszakadása következtében, tehát ugye akkor leállítottak minden olyan beruházást, ami még nem indult el. Most ezek még tudomásom szerint nem nagyon indultak újra. Nekünk a lehető legrosszabb az, hogy lebegtetik. Nekem ez a nagyon határozott véleményem. A lehető legrosszabb, hogy lebegtetik. Mert ha kimondták volna, hogy MotoGP pálya, akkor már most tudnánk, hogy MotoGP pálya, amire ugye áldásunkat adtuk, és 12-szer megszavaztuk a képviselőtestület ülésen. Most nem tudjuk, hogy miről folynak a háttértárgyalások, és azt sem tudjuk, hogy egy ilyen városban, mint Hajdonánás, ahol mezőgazdasági városról, vagy mezővárosról beszélünk, hogy több száz hektárnak mi a sorsa. Hát azok jó minőségű öntözött területek voltak. Egy része, nem mind, de öntözött területek voltak. Mi történik most? Hát lyuk nincs a helyén, tehát azért ott valaminek azokkal a területekkel történnie kellett. És meddig fog menni az a lebegtetés, hogy most lesz vagy nem lesz? Nekünk ennél rosszabb nincs. Mert igenis, támogatni kell a munkahelyteremtést. Nézzük már meg, milyen munkahelyek valósultak meg itt az elmúlt időszakban. Hol van a tejporgyár? Hol van a fürdőfejlesztés? Hol van a MotoGP pálya? Hol van a Tungsramnak, a régi Tungsram telephelynek a fejlesztése? Ezeket a kérdéseket föl lehet tenni, és én igenis azt gondolom, hogy mindaddig még lebegtetés van, addig igenis aggódunk, és legfőképpen én a legerősebb mi voltomba hajdonánási lakosként. Mert nem fogok tudni semmilyen olyan cinkosságot támogatni, ami arról szól, hogy ott egészségkárosító beruházás valósuljon meg. Múltkor is szót váltottunk arról, hogy munkahelyteremtő beruházások. És ön említette, de mondjuk nem konkrétan, hogy több más lehetőség is lenne vagy lehetne munkahelyteremtésre. Van önöknek egyáltalán e tekintetben valamiféle fajta elképzelés, információ, hogy mit lehetne? Mert ugye ez mindig nagy kérdés, tehát sosem felejtem el annak idején, mikor a rendszerváltás volt, és akkor ugye az emberek munkahely nélkül maradtak, és akkor kapták az instrukciót, hogy vállalkozzanak. De soha senki nem mondta meg azt, hogy mit csináljanak. Tehát azért kellene valahonnan elindulni, hogy mi lenne az, ami Hajdonánásnak jó és Hajdonánásnak megfelel. Mert a fürdő az egyik úgymond stratégiai ágazat. Kezdjük akkor ott. Fürdő, fejlesztés. Két kézzel támogattuk. Még az előző ciklus végén polgármester úrnak, valószínűleg Éles András tette föl, bár már ennyire nem emlékszem, hogy biztos, bízhatunk Orbán Viktor kijelentésében, hogy fogja támogatni? Támogatta? Itt van a fürdőfejlesztés? Nem. Mennyi? 19 óta, már most lassan ugye a negyedik, ötödik évnél járunk. Nincs fürdőfejlesztés, pedig ha valami, akkor az a város turisztikai szempontjából, a fejlődés szempontjából és munkahelyteremtés szempontjából fontos lett volna. Támogattuk, ott voltunk mellette, jó lett volna. MotoGP pálya, nem valósult meg. MotoGP pálya, támogattuk? Ott voltunk mellette? Igen. Megvalósult? Nem valósult meg. Hát a tejporgyár kérdése, ipari park.
Ugye a képviselő csoportunkban ül Török István. Hát sok mindennel lehet esetleg vádolni, de azzal biztos nem, hogy egy ipari parkfejlesztést ő ne támogatott volna. Mindannyian támogattunk ipari parkfejlesztést. Mi volt a mondás ebbe? Hogy majd itt fog üzemelni egy tejporgyár, ami milyen sok munkahelyet fog teremteni. Támogattuk? Támogattuk, megvalósult. Nem tudta megvalósítani a városvezetés. Tehát azért nagyon sok olyan kérdés van itt. Tungsram helyét említettem. Én ott megkérdeztem, amikor ugye jött az egyetemmel való megállapodás, hogy ez egy jó elképzelés, mert ugye ott a talaj az ugye ez egy nehéz ügy. Most nem menjünk bele, de egy nehéz ügy. Ugye arról volt szó, hogy olyan fejlesztés, ami nem a talajt érinti, de mégis a agráriumhoz kötődik. Neki láttunk nagy elánnal, és kiszedtük nem kevés pénzért. Nem tudom, mennyibe került, de hogy nem kevésbe került, az biztos, amíg azt a telephelyet kitakarította az önkormányzat. A hajdunánesiak pénzén mi történt? Csődbe ment a cég, azóta lassan visszanőnek ugyanoda azok a fák, amiket, meg gyomok, amiket onnan kitakarítottunk. Tehát azért minket vádolni azzal, hogy mi nem támogatunk olyan fejlesztéseket, ami munkahely teremtéssel jár, azért az elég érdekes. Csak ebből a rövidke hirtelen felsorolásból. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy kisebbeket kellene álmodni, de azokat meg is valósítani. Mert ennél sokkal hétköznapibb dolgaink vannak, ha csak azt látjuk, hogy itt van a tartósító szövetkezet 40 millió vagy 45 millió forintja, amivel küzdünk, és nem a városvezetés küzd, és nem tudja megoldani. Tehát, hogy azért próbáljunk már meg a földön maradni, és esetleg azokkal a problémákkal foglalkozni, ami egyébként a hajdunánesiakat érinti a hétköznap is, és egyetértek bármilyen olyan dolgot megragadni, ami munkahelyteremtéssel jár. De most kiindulva abból, tehát most egy picit itt a munkahelyteremtésnél maradva, tehát önök mit gondolnak, hogy mi az, ami megvalósít? Jó, most ugye ez a tartósító szövetkezet, ugye ez egy ilyen állatorvosiló, tehát mindenféle problémája, baja van, ugye itt azért országszerte létrejöttek annó szociális szövetkezetek, nagyon sok megszűnt, de azért itt Hajdunánáson jelentős beruházások történtek ebbe a szövetkezetbe, ugye központi állami forrásokból, ugye ami mind az önkormányzat vagyonát gyarapítja. Van is ága, amelyik nem veszteséges, itt a gyakorlatilag ugye az élelmiszer előállítás, feldolgozás az, ami valamilyen szinten, én ezt nem tudhatom. Miért termelt mondjuk egy esztendő alatt 5 millió forint hiányt? Tehát, hogy ez úgy tűnik, hogy egy ilyen egy ember munkavére úgy járulékokkal satszfer kb. Egy mondatra térjünk már vissza, ami megütötte a fülem. Az az állítás nem igaz, hogy nincs vagyona a tartósító szövetkezetnek. Van vagyona a tartósító szövetkezetnek, meg kell nézni a mérlegét. Egy szövetkezetnél is. Egy dokumentumban, ami nem, biztosan nem hazudik, az a mérleg. Minden évben ugye tudják a városlakók is, aki vállalkozik, hogy mérleget ad le, magyarán, hogy milyen van, elszámol azzal, hogy milyen van, és milyen tevékenységet végzett egy év alatt. A mérlegbe egyértelműen szerepel, hogy nem kevés vagyonnal rendelkezik a tartósító szövetkezet. Azért ezt szeretném, hogyha tisztán látnánk. Visszatérve az eredeti kérdésre, biztos, hogy nem 143 grúz munkavállalóra van szükségünk Hajdunánáson, hanem ha a munkahelyteremtés, de én azért itt egy pillanatra visszalépnék, hogy legalább annyira fontos az, hogy a meglévő munkahelyeket megmentsük, és a meglévő munkahelyek viszont megmaradjanak. Mert akinek most jelenleg már Hajdunánáson munkahelye van, az legalább annyira fontos, hogy meg is maradjon. És én azt látom, hogy azok a vállalkozások, amik ma Hajdunánáson működnek, az egyik legértékesebb pontjai Hajdunánásnak, mert hisz legalább, ha már teremteni munkahelyeket nem tudunk, de legalább legyünk már együttműködőek, és értékeljük azt, hogyha az itt lévő vállalkozások igenis foglalkoztatják a hajdunánásiakat. És ne abba menjünk már bele, hogy egyébként nekünk az a jó, hogy ide jön a külföldi munkavállaló, elveszi nem csak a hajdunánásiakat, hanem amúgy Magyarországon az itt élőknek a munkahelyeit,
és egyébként mi még a legnagyobb elánnal azt támogatjuk, hogy nekik legyen munkahelyük. Tehát azért összetett ez a kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az elmúlt 13 évben azért meg kellene kérdezni, hogy milyen konkrétumot lehet felmutatni. Mert ugye már ez a városvezetés, hogy van 2010 óta, akkor 14. éve vezeti ezt a várost. Tessék, mutassa meg, mit tett ebben a kérdésben. Ki volt a városvezetés? Mindig azt hangozhatja, hogy a felelősség, és igen, ők vitték a felelősséget. Mi történt ebben az ügyben? Nem tudom, de egy icipicit még mindig a grúz munkavállalókra, tehát ez is egy ilyen ikonikus téma marad, a munkás szálló apartman kérdése. Ön is tudja, hogy önök is keresnek, és vállalkozók keresnek munkaerőt. És igen nehéz találni munkaerőt. Na most nem valószínű, hogy azok a munkások, akik esetleg ide jöttek, vagy jönnének a munkásszállásra, hogy azok hajdunánási munkahelyeket foglalnának el. Na de hajdunánásiak közül is sokan dolgoznak nem hajdunánáson, tehát a környékbeli településeken. Tehát azért most ezt nem lehet ilyen szűk világként kezelni. Na akkor itt még egyszer hangsúlyozom azt, hogy akkor igenis becsüljük meg azokat a vállalkozásokat, amelyek magyar munkavállalókat alkalmaznak. Én megértem, hogy egyébként annyira összetett a munkaerőpiac, hogy tényleg nehéz. Tehát egyik oldalról beszélünk arról, hogy munkahelyek az embereknek, másik oldalról meg a vállalkozások azt mondják, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni. Hát igen, mert sajnos a magyar munkaerő kint van külföldön, és külföldön dolgozik. És meg kellene nézni egyébként, nem akarok itt statisztikai adatokba belemenni, hogy hajdunánásról is hány ember dolgozik. Nem hajdunánáson, sajnos nem is Magyarországon, hanem külföldön. És hogy néz ki a lakosságnak mit mutatnak azok a számok, hogy hányan élnek hajdunánáson, mennyivel élnek kevesebben hajdunánáson, no pláne mennyivel kevesebben dolgoznak hajdunánáson. És akkor már megint más a megítélése. És ha már a grúz munkavállalókra, meg az egész beszélgetésünkre visszatérünk, igen, ezek azok a kérdések. Már réges-rég itt lennének a grúz munkavállalók, ha mi nem tesszük fel azt a kérdést, hogy is van ez. Ráadásul, ugye elmondtuk, hogy alapvetően mi volt a bajunk az egésszel. Hogy lehet, hogy kell alkalmazkodni ehhez a szituációhoz, de nem a városközpontba. Mert oké, újítsuk fel ezt az épületet. Emlékszik, szerkesztő asszony, hogy mi volt az alapvető vitánk az épület felújítással. Nem az, hogy nem kell felújítani, mert föl kell újítani, és egy jó lehetőség, csak várjuk már meg, hogy egyébként arra újítsuk fel, amire szükség lenne. Mire van az egyik legnagyobb szükség most hajdunánáson? Lakásokra. Mert ugye minden áldott alkalommal osztunk, szorzunk, és legalább, mondjuk persze ezt a televízió nézők nem látják, mert ugye ez mindig zárt ülésen van, de ezt azért elmondhatom, hogy egy lakásra az előterjesztésünk legalább 4 nevet hoz. Hogy legalább 4-en pályáznak egy lakásra. Tehát hogyha ott nem kötjük meg a kezünket, és nem munkásszállót csinálunk abból az épületből, hanem lakásokat, akkor már biztos vagyok benne, hogy tele lenne az az épület lakókkal. Jó, nem kompetencián vitatkozni, tehát én bocsánat, nem is akarok ebbe belemenni, de hogyha amikor erre volt lehetőség, és akkor 10 év után nyugodtan használhatja az önkormányzat arra, amire akarja, konkrétan akár apartman lakásokra és egyebekre. 10 év után? 10 év. Tehát még most hol tartunk? 2 tette belőle, vagy 3? Már most bocsánat, nem tudom pontosan. És még nem tudjuk, hogy meg tudunk-e felelni azoknak a feltételeknek, hogy 10 év után el tudunk-e azzal számolni, hogy amit a mai napig nem látunk világosan, hogy mit vállalt a önkormányzat, hogy azoknak a feltételeknek meg fogunk-e felelni. Ha ezt végig gondoljuk, addig még ennek a városnak 2-szer lesz polgármestere. Még 2-szer fogunk polgármestert választani addig, amíg abból azt az épületet tulajdonképpen arra fogjuk tudni használni, amire szükséges lenne. Mindenféleképpen biztos, hogy el kell számolni azzal, hogy hányan laktak mi, de hogyha folyamatosan egy ilyen ellenálláson, akkor viszont biztos, hogy egy óriási bukta lesz belőle.
Hát igen, csak itt felvetem azt, hogy tetszettek volna egy kicsit gondolkodni az elején. És fölvetettük, kértük, hogy gondoljuk végig. Mert még azt is elmondtuk, hogy lehet munkásszállás a város szélén, meg, bár még akkor nem tudtuk, hogy ilyen szintű migráns munkavállaló lesz Hajdunánáson, meg Magyarországon. Bocsánat, nem migránsok, tehát azért itt fogalmakat is szeretnénk. Azt mondtam, képest. Migráns munkavállaló. Migráns, de miért migráns? Hát nem most elkezdhetünk ezen vitatkozni, hogy mi a migráns szó. Ez elég érdekes az elmúlt 10 év kommunikációjában. Ezt hagyd ne én fejtsem ki, mert ez nem az én történetem. De ugye azt pontosan ezt mondtuk el, hogy gondoljuk már végig, és legyen már valami megalapozott vállalás, mert hát ugye minden egyes pályázatban, gondolom szerkesztőasszony is látott már pályázatot, aláírja, hogy büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban lévő dolgok az igazságnak megfelelő, és egyébként végrehajtható. Most ilyen pongyola szöveget mondtam el, de ez biztosan benne van, tehát valamit le kellett írni abba a pályázatba, hogy egyébként mit fognak vállalni, és mit mondtunk el? Hogy a munkásszállás mi voltja, a város szívében lesz probléma. Probléma lett. Nem tudom. No, képviselőasszony, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát gondolom, hogy januárban folytatás következik a januári képviselőtestület után. Már gondolom, ez valamikor majd februárra fog esni. Igen, én figyeltem azért a beszélgetéseket, és itt a szerkesztő asszony azt mondta, hogy majd kíváncsi lenne egy ilyen évértékelésre is, mert ugye itt mi ülünk, és mindig hónapról hónapra egy-egy testületülésről beszélünk, de azért lehet, hogy érdemes lenne egész évben is megnézni, hogy mit is csináltunk itt a 2023-as évben, még azért nem vagyunk annyira benne a 24-es évben, szerintem még inkább az előző évnek a történéseit tudjuk átgondolni. Egy nagy összefoglalóba, majd meglátjuk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.